Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke a magyar EU-s elnökség eredményeiről tájékoztatta Belgrádban Mirko Cvetkovic szerb kormányfőt. Alkotmányellenes a szerbiai média stratégia tervezete. Az MNT elnöke szerint a dokumentum nem veszi figyelembe, hogy Szerbia nem egynyelvű ország. Hivatalosan is koalíciós ajánlatot tett a VMS a Vajdasági Szociáldemokrata Ligának és a VHDS-nek a szabadkai helyi közösségi választásokat követően. Az entai önkormányzat kihagyta a Turzó Lajos Közművelődési Központ új alapító okiratából a Magyar Nemzeti Tanácsot. A Magyar Kanizsai KKT ülésen 800-ról 980 millió dinárra módosították az idei költségvetést. Köszöntöm nézőinket! Orbán Viktor magyar miniszterelnök egynapos látogatást tett Belgrádban, megbeszélést folytatott a szerb kormányfővel, majd azt követően az államfővel. Az Európai Unió soros elnöki tisztét betöltő Magyarország miniszterelnöke Szerbia-európai integrációjáról, gazdasági kérdésekről és a nemzeti kisebbségek helyzetéről tárgyalt. A zárt ajtók mögött folyó megbeszélést követő sajtótájékoztatón Orbán Viktor arról beszélt, hogy a további bővítés szempontjából kedvezőtlen szelek fújnak az EU-ban, Magyarország ugyanakkor támogatja Szerbia integrációját. Nekünk még aránylag könnyű volt bekerülni, a horvátoknak már nagyon nehéz, úgyhogy nézem a várható gazdasági fejleményeket, önöknek sem lesz könnyű. Magyarországnak is érdeke, hogy Szerbia minél hamarabb csatlakozzon. Jasno izložio naše stavove i želju da do kraja ove kalendarske godine dobimo status kandidata, isto tako termin za početak pregovora. A gazdasági együttműködést illetően a magyar miniszterelnök azt mondta, vannak pozitív előrelépések, de a lehetőségeket a két fél nem használja ki teljes mértékben. A nemzeti kisebbségek helyzetéről szólva a klasszikus híd, azaz összekötő szerepet hangsúlyozták a politikusok. Megköszönte a miniszterelnök úrnak, hogy korrekt módon bánnak a magyar kisebbséggel. Megköszöntöm a miniszterelnök úrnak, hogy a fölálló nemzeti tanácsok számára a működésükhöz szükséges teret, intézményi autonómiát biztosítják. Konstatovali smo, da su manjine u jednoj zemlji, dakle mađarska manjina kod nas i srpska manjina u Mađarskoj, predstavljaju zaista most saradnje. A két miniszterelnök a sajtótájékoztató után bemutatta a Liszt Ferenc emlékév alkalmából kibocsátott magyar-szerb emlékbélyeget. Az 50 dináros nemzetközi forgalomban használt bélyeget 46 ezer példányban bocsátják ki. Orbán Viktor ezt követően zárt ajtók mögött fogadta Boris Tadic államfő is, erről már csak közleményben tájékoztatták a sajtót. A tárgyalásokon szóba került a Budapest és Belgrád közötti vasútvonal korszerűsítésének szükségessége is, ehhez a nemzetközi finanszírozási lehetőségeket is felkutatják. A magyar miniszterelnök és a szerb elnök egybehangzó minősítése szerint komoly előrelépések történtek az egymás kisebbségeinek megbecsülése és védelme terén áll a közleményben. Alkotmány ellenes a szerbiai média stratégia tervezete, nyilatkozta a Pannoner TV-nek dr. Korhec Tamás. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke elmondta, a közvitára bocsátott dokumentum nem veszi figyelembe, hogy Szerbia nem egy nyelvű ország. A június 1-én közzétett szerbiai média stratégia javaslata szerint a közszolgálati adókon kívül mindegyiket magánosítani kellene, a nemzeti tanácsok pedig nem vehetnének részt a kisebbségek nyelvén tájékoztató médiaházak irányításában is alapítók sem lehetnének. Az MNT elnöke a Pannoner TV-nek azt mondta, mindent megtesznek, hogy a stratégia elfogadását ilyen formában megakadályozzák. Alkotmány ellenes, hiszen a nemzeti tanács vonatkozásában alkotmányos norma írja elő, hogy a Nemzeti Tanácsnak igazgatási jogai vannak a kisebbségi tömegtájékoztatás vonatkozásában. Ez a stratégia ezeket az igazgatási jogokat kizárna. Tehát nem csak az alapításról van itt szó, nem csak a finanszírozásról, hanem igazgatási jogokról. Én azt hiszem, hogy ebben a formában semmiféleképp sem szabadna ezt a stratégiát elfogadni. A tervezet készítői az Európai Uniós gyakorlatra hivatkoznak. Semjén Zsolt magyar miniszterelnök helyettes szerint ez tárgyi tévedés, ugyanis Magyarországon is legalább 100 önkormányzati médium működik. Bízom abba, hogy a Magyar Nemzeti Tanács javaslatának megfelelően ez a törvényjavaslat ki fog egészülni azzal, hogy a nemzetiségek fönntarthatnak médiumot. Az MNT tájékoztatási tanácsosa szerint az elmúlt években a privatizáció miatt sok tájékoztatási eszköz a csőd szélére jutott vagy megszűnt. Ha ilyen sorsra ítélik az összes kisebbségi médiumot, akkor az régen rossz, és akkor tényleg meg kell ijedni. Márpedig az ilyen
példák ismeretében mi másra gondolnánk, és mi más, milyen más jövőt várnánk. Úgyhogy erre persze reagálni kell. A Magyar Nemzeti Tanács reagál is. A közvitában és a parlamenti eljárásban is rámutat majd a stratégia hiányosságaira. Dr. Korhet szerint jó lenne, ha a tervezetbe beépítenék a vajdasági magyar média stratégiát is, amely heteken belül elkészül. Hivatalosan is koalíciós ajánlatot tett a Vajdasági Magyar Szövetség a Vajdasági Szociáldemokrata Ligának, a Vajdasági Horvátok Demokratikus Szövetségének és polgárok csoportjainak a szabadkai helyi közösségi választásokat követően. A VMS a szerb haladó párttal és a szerbiai demokrata párttal egyáltalán nem lép koalícióra, mert programjaik nagy mértékben különböznek a magyar párt elképzeléseitől. A Vajdasági Magyar Szövetség reálisan 15-20 helyi közösségben számít arra, hogy hatalmi pozícióba kerül. A koalíciós tárgyalásokat most kezdte el a VMS. A Vajdasági Szociáldemokrata Liga vezetői a két párt legutóbbi tárgyalásán azt mondták, nem kötelezték még el magukat senki mellett sem. A VMS egyebek mellett Csantavéren, Kisradonovácon és Maghetesen is a ligával lépne koalícióra. Újfaluban pedig a VHDS-szel szövetkezne. Ez a legracionálisabb és a legeredményesebb munkát eredményezheti, amikor két vagy maximum három párt fogja biztosítani a többséget a helyi közösség közgyűlésébe. Úgy gondoljuk, hogy teljesen irracionális és elfogadhatatlan az, hogy 5-6 párt álljon össze, és akkor ők csinálják meg a többséget, hiszen ez egyszerűen ilyen sok pártnak az együttműködése, egyeztetése az úgy gondoljuk, hogy nem hozhat eredményes munkát. A választási eredmények szerint a VMS 9147 szavazatot kapott, csak nem dupláját, mint a Demokrata Párt, és háromszorosát, mint a harmadik helyzet szerbiai Demokrata Párt. Helyi szinten a Demokrata Pártnak a tisztségviselői és a vezető káderei, akik egyben az önkormányzatnak a vezető kádere is, teljes mértékben elveszítették a polgároknak a támogatottságát, és azt kell, hogy mondjuk, ezek a választások teljes mértékben azt is kimutatták, hogy a polgárok ezeknek a vezetőknek a hátát szeretnék látni minél hamarabb. A Vajdasági Magyar Szövetség információi alapján nem csak a magyar szavazók voksoltak a pártra. Maglai Jenő szerint ez annak a jele, hogy a pártnak megfelelő programja és jelöltjei voltak. Személyeskedés, személycserék, viták és veszekedés jellemezte a zentai községi képviselőtestület tegnapi ülését. A Turzó Lajos Közművelődési Központ új alapító okiratot kapott, amelyből kimaradt az MNT. A zentai önkormányzat a Turzó Lajos Közművelődési Központ új alapító okiratából kihagyta a Magyar Nemzeti Tanácsot, azaz figyelmen kívül hagyta, hogy az MNT szerint ez az intézmény kiemelt jelentőségű a magyarság szempontjából. A VMS 8 módosító javaslatot nyújtott be a határozattal kapcsolatban, ebből egyet fogadott el a hatalmi többség. A képviselői csoportunknak az volt a kifogás, hogy a Magyar Nemzeti Tanács, mint a Vajdasági Magyarság Nemzeti Önkormányzata miért maradt ki az alapítói közül ennek az intézménynek. Ez az intézmény volt ugyanis hordozója az elmúlt időszakban azoknak a nagy projektumoknak, amelyek Zenta híre nevét vitték tovább. Ilyen, mint a Tehetséggondozó Gimnázium, a Bolyai Gimnázium, vagy a Turzó Lajos volt a hordozója épp a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet megfogantatásának. A KKT elnöke szerint a zentaiak maguk is el tudják dönteni, hogy hogyan működtessenek egy helyi intézményt. Zenta az valamiféle magyarság központnak számít már lassan kulturális vagy oktatási szemszögből nézve is, és ez lehetne egy egészséges versengés. Szabadka meg Zenta között, vagy Topolya meg Zenta között, vagy sorolhatnám, ugye, vagy Magyar Kazsia Zenta között, hogy mindenki inkább adjon hozzá, minél többet tegyen hozzá. Mi legyünk a jobbak, mi csináljunk több színdarabot, és így tovább. Tehát ez egy nagyon pozitív dolog lenne. A Szerbia Egyesült Régiói nevű tömörülés képviselői kiléptek a zentai hatalmi koalícióból, és az elkövetkező időszakban ellenzéki szerepben vesznek majd részt a testület munkájában. A hatalmi koalíció többségi szavazatával 800-ról 980 millió dinára módosította idei költségvetését mai ülésén a Magyar Kanizsai képviselőtestület. Az ellenzéki demokrata frakció már az általa eredetileg is túlméretezettnek és költekezőnek megítélt költségvetés módosítását és a tavalyi költségvetés zárszámadását, valamint az erről szóló könyvvizsgálói jelentést sem támogatta, és ellenezte újabb községi hitelek felvételét is. Egyhangú döntés született a Kispiac határába tervezett szélerőmű park részletes szabályozási tervének kidolgozásáról, a Martonos és Horgos fennmaradásáért alapítványok létrehozásáról és Horgos települése részletes rendezési tervéről.
A képviselők egyhangú döntése értelmében az eddigi megbízott igazgató Varjú Potrebit Tatjana marad a regionális szakmai pedagógus továbbképző központ igazgatója. A József Attila könyvtár élére ugyanakkor a demokrata képviselők tartózkodása mellett megválasztották Bús Jánost, a Beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskola központ tanárát. A magyar tannyelven is oktató vajdasági általános iskolák képviselőit fogadta a Magyar Nemzeti Tanács Szabadkán. Az első alkalommal megszervezett találkozó célja, hogy közvetlenebb kommunikáció jöjjön létre a tanintézmények és az MNT közoktatási bizottsága között. Tanár kollégák. A megbeszélésen főleg arról tárgyaltak, hogy a Magyar Nemzeti Tanács konkrétan hogyan segíti a magyarul is oktató iskolákat. Egyik legfontosabb céljuk, hogy meggyőzzék a diákokat és szüleiket az anyanyelven történő továbbtanulás fontosságáról. Itt elsősorban a szakszolgálatok, pszichológusok, pedagógusok, illetve az igazgatók voltak jelen. Ők azok, akik hát folyamatában is közvetlenül befolyásolják egy iskola szemléletét, hangulatát, és azt gondolom, hogy mindenképpen az a fontos számukra és számunkra is, hogy meg tudjunk győzni családokat a magyar közoktatásnak. Az intézmények vezetői elmondták, fontos, hogy közösen próbáljanak megoldást találni az aktuális problémákra. Sok olyan kérdés felmerült időközben, amiket egyenként nem igazán tudtunk letárgyalni és megbeszélni. Ezt valóban csak egy ilyen közösségben, amikor több iskolaigazgató és oktatásügyel foglalkozó emberke van jelen, és itt tudjuk megbeszélni. Mi is egyike vagyunk azoknak az iskoláknak, amelynek az alapítási jogát félig átvette a Nemzeti Tanács, és ebben remélem, hogy nagy segítségünkre lesz. A tanácskozáson elhangzott, hogy az MNT anyagilag is támogatja az iskolákat. Azok a tanintézmények, amelyek az MNT társalapítási listáján szerepelnek, ősztől taneszköz vásárlására és egyéb kiadások fedezésére pályázhatnak, összesen 2,5 millió dinár értékben. A többi magyarul is oktató iskolát 500 000 dinárral támogatja az MNT. Szerbiában június 16-ától ismét megkezdődhet a búza kivitele. Jelenleg mintegy 300 000 tonna kenyérgabona van raktáron. A mezőgazdasági miniszter bejelentése szerint nem hosszabbítják meg az exporttilalmat. A mezőgazdasági miniszter bejelentése szerint nem hosszabbítják meg a búza kivitel tilalmára vonatkozó kormányrendeletet. Néhány nappal ezelőtt 300 000 tonna búza volt raktáron. Dusan Petrovics kiemelte, a kiviteli tilalom nagyon jó lépésnek bizonyult, hiszen, mint elmondta, ha azt nem vezették volna be, már május közepén elfogyott volna a hazai felhasználásra szánt búza, és fennakadások lettek volna az ellátásban. A tavalyi aratás óta 615 000 tonna a kenyérgabonát exportáltak, vagyis a tervezetnél 115 000 tonnával többet. Várhatóan az idén is jut külföldre a búzából. Szerbiában összesen 480 000 hektáron vetettek kenyérgabonát. Az ország búza szükséglete mintegy 1 600 000 tonna. Az időjárási viszonyoktól függ, mennyit lehet majd értékesíteni a külföldi piacon. Az előrejelzések szerint 300-500 000 tonna között alakul majd az exportra szánt búza mennyiség. Június végén, július elején kezdődhet meg a búza aratása. Az újvidéki terménytőzsdén, függetlenül attól, hogy közeledik a búza betakarítása, a kenyérgabona ára enyhén növekedett, a múlt héten 3,7%-kal. A búzát 22 dinár 50 paráért árulták a hét folyamán, a hétvégére viszont már elérte a 26 dináros árat is, hozzáadott értékadó nélkül. Az együttgondolkodás, a tapasztalatcsere és a közös probléma megoldása célja annak a kétnapos kelebiai konferenciának, amelynek címe Szerb-magyar vállalkozások a közös jövőért. A résztvevők vajdasági és dél-magyarországi mezőgazdasági cégek. A Dél-Pannon élelmiszerlánc hálózathoz vajdasági, Bács-Kiskun és Csongrád megyei termelők, mezőgazdasági egyesületek és élelmiszeripari vállalkozások csatlakozhatnak, mondta Bumforti Vadar. A Háló Vajdasági Fejlesztési Alap elnöke hozzátette, a projektum célja, hogy összekapcsolják az érintetteket. Ezen kívül, ezen projekt keretében elkészítünk egy ilyen katasztert, amelyben fölmérjük ezekről a területekről a potenciális vállalkozókat. Dobai János
tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes elmondta, az ilyen összejöveteleket a vajdasági termelőknek és egyesületeknek arra kell kihasználniuk, hogy minél több EU-s tapasztalatra tegyenek szert. Ha akarunk közeledni az Európai Unióhoz, akkor ilyen és hasonló pályázatokat támogatnunk kell, hisz én mindig azt mondom, hogy a közös lehetőség, a közös vállalkozásban van a jövő. A határ két oldalán hasonló helyzetben vannak a mezőgazdasággal foglalkozók, mondta Szabó Zoltán. A Csongrád megyei projektgazda hozzátette. A hosszú távú céljuk az, hogy klasztereket hozzanak létre. Minden olyan szereplő, aki az adott ágazatban és térségben érintett, hogy egy együttműködés, ez egy ilyen versengő, de együttműködő kapcsolatrendszert jelentene a klaszter, hát ez lenne kívánat. A projektumban a Háló Vajdasági Fejlesztési Alap, a Csongrád megyei Agrár Nonprofit Közhasznú Kft. És a Regionális Tudományi Társaság is részt vesz. A tervek között szerepel még egy e-piac tér létrehozása is. A régió aktuális gazdasági problémáiról, az Európai Unióval való együttműködés lehetőségeiről, valamint az újonnan bevezetett élelmiszerbiztonságról szóló törvényről is tanácskoztak ma a szabadkai és környékbeli magánvállalkozók. A magas infláció, a vállalatok és az állami szektor fizetésképtelensége, valamint a munkanélküliség a régió legnagyobb gazdasági problémája, hangzott el a Magánvállalkozók Egyesületének szabadkai ülésén. A munkanélküliséget tudnám kiemelni, mint fő problémát. Remélem, hogy a kormány döntése, a kormány határozat a vállalkozók támogatásáról, ami a járulékok, illetve az adók elengedését illeti, ez segíteni fog ezen a problémán. A vállalkozók nem értettek egyet az újonnan bevezetett HCCP rendszerrel kapcsolatban. Egyesek szerint a szigorítás váratlanul érte az élelmiszerekkel foglalkozó cégeket, mások szerint nem szabad tovább halasztani az élelmiszerbiztonságról szóló törvény bevezetését. A rendszerek bevezetése, ha csoportok igénylik és összefognak, akkor nem túl megterhelő a vállalkozók részére. Szerbia általános gazdasági helyzetével kapcsolatban elhangzott. A termelés a kimutatások szerint sokat nőtt egy év alatt, ez azonban nem reális adat. Sadašnja proizvodnja industrijska ne 6,3% veća nego prethodne godine, nego 4,2% manja nego što je bila 2007. godine istom periodu. Što znači da mi jednostavno još jednu godinu moramo ovako intenzivno raditi da bi došli na nivo 2007. godine. A külkereskedelem egy év alatt 52%-kal növekedett. Szerbia legfontosabb partnere ezen a téren az Európai Unió, azon belül pedig Németország. Új gyártósort adtak át a zentai dohánygyárban. A gyárat 5 évvel ezelőtt privatizálta a Japán Tobacco International vállalat. Az ünnepségen Jubisa Dimitrievics mezőgazdasági államtitkár kiemelte, hogy a vállalat már több mint 100 millió dollárt fordított Szerbiában a felszerelések modernizálására, valamint a dohánytermékek előállítására és kivitelére. A ma átadott 5. gyártósor része az idei évre előirányzott 2 millió dolláros befektetésnek, amivel növelik a termelés kapacitását. Ezzel 23 új szezonmunkás felvételére nyílik lehetőség Zentán. Felújítják a Királyhalmi Általános Iskola nyílás záróit a nyári szünidőben. A karbantartásokra fordítható pénz nem fedez minden költséget, ezért szülői hozzájárulásra is szükség van. A jelenlegi nyílászárókat 1965 óta használják, a faelemek elkorhadtak, a festék lepergett. Ez már évek óta többszörösére növeli a fűtési költségeket. A felújítást régóta tervezik. Az idén ugyan megkezdik a munkálatokat, az azonban még nem biztos, hogy minden tanteremben sikerül lecserélni az ablakokat. A helyzet megoldásához a szülők is igyekeznek hozzájárulni. Minden évben itt az iskolában jótékonysági bálakat szervezünk, és ennek az idei bevételéből talán sikerülni fog két tanteremben kicserélni az ablakokat, és utána pedig hát a községhez fordulunk. A Petőfi Sándor Általános Iskolának 3 épülete van. A Királyhalmi mellett Noszán és Hajdújáráson is tanulnak diákok, így a kapott támogatásokból 3 épületet kell fenntartani. Felújításokra azon
azonban csak ritkán maradt pénz. A tavalyi költségvetési pénzünket a hajdújárás iskolára fordítottuk, ott a kazán cseréltük, most pedig itt az ablakokat szeretnénk. Királyhalmán utoljára 2002-ben építkeztek, akkor a tornatermet bővítették. Az idei nyílászáró cserével kapcsolatban az igazgatónő elmondta, a jelenlegi anyagi helyzetet figyelembe véve előfordulhat, hogy csak a következő nyáron folytatódnak majd a munkálatok. Megváltozik a parkolási díj összege Szabadkán július 1-től, tájékoztat a Parking Kommunális Közvállalat. A piros zónában 37 dinár, a sárgában 28 dinár, a kékben 19 dinár 40 parába kerül majd az óránkénti parkolás. A Bolha piac környékén továbbra is 78 dinár kell fizetni 5-től 15 óráig. A megszüntetett narancssárga és lila zónákba szóló parkolójegyeket július végéig cserélik vissza. Újdonságnak számít, hogy a napi jegyeket, amelyeket eddig csak az újságárusok vásárolhatták meg az autósok, ezentúl SMS útján is megvásárolhatják. Drágulhat az autópálya használati díj is július 1-től. A Szerbia útjai közvállalat 11%-kal emelni a kilométerenkénti 3,5 eurócentes díjat. A vállalat igazgatója szerint ezzel az év végéig 800-900 millió dináros extra bevételre tehetnének szert, amely összeget útépítésekre és felújításokra fordítanának. Legutóbb 2008-ban emelték az útdíjat, a mostani terv mégis heves ellenállást váltott ki a szállítmányozási cégek és a sofőrök körében. Egyelőre nem tudni, hogy a kormány elfogadja az emelési javaslatot. Az első nemzetközi lévai szilveszter musical énekverseny középdöntőjében 9 ország 48 énekese vesz részt. A döntőt július 1-én rendezik Palicson. A világhírű zeneszerző műveit 3 kategóriában mutatják be a résztvevők. Férfi szólóéneklés, női szólóéneklés és karaktereneklés kategóriákban. Lévai Szilveszter, Grammy-díjas zeneszerző, ragaszkodott ahhoz, hogy szülővárosában rendezzék meg a róla elnevezett énekversenyt. Sasa Vucinic, Szabadka polgármestere pedig azonnal igent mondott a Budapesti Operett Színház felkérésére. On je jedan od simbola ovog grada, koji je nažalost posljednjih godina malo zaboravio možda na njega, pa smo se podsjetili kada smo dodelili priznanje počasnim građanima pre nekoliko godina, ali mislim da je vrlo važno da podsjetimo i ove mlađe generacije koje, realno govoreći, zaista možda slabije znaju za njegov muzički opus i za ono što je ostavio kao trag uopšte u muzičkoj produkciji sveta. A 48 versenyző Japánból, Koreából, Svájcból, Németországból, Ausztriából, Szlovákiából, Romániából, Magyarországról és Szerbiából érkezik. Közülük 18-an énekelhetnek a döntőben. Nem volt a kiírásban feltétel az, hogy bármiféle gyakorlat, zenei gyakorlat vagy zenei végzettség, hanem itt tulajdonképpen az utcáról besétálhatott bárki, aki úgy érzi, vagy úgy érezte, vagy azt gondolja, hogy a musical énekléshez bármiféle köze van, és hát ilyenkor bukkannak elő azok a úgymond rejtett tehetségek, akik eddig nem kaptak lehetőséget akármelyik színháznál, vagy nem kerültek színház közelbe. A tartományi művelődési titkárság és Szabadkaváros 2 millió dinárt költ a június 29-e és július 1-e között Szabadkán és Palicson megrendezésre kerülő eseményre. Híradónk végén még egyszer kiemelt híreink röviden. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke a magyar EU-s elnökség eredményeiről tájékoztatta Belgrádban Mirko Cvetkovic szerb kormányfőt. Alkotmányellenes a szerbiai média stratégia tervezete. Az MNT elnöke szerint a dokumentum nem veszi figyelembe, hogy Szerbia nem egynyelvű ország. Hivatalosan is koalíciós ajánlatot tett a VMS, a Vajdasági Szociáldemokrata Ligának és a VHDS-nek a szabadkai helyi közösségi választásokat követően. Az entai önkormányzat kihagyta a Turzó Lajos Közművelődési Központ új alapító okiratából a Magyar Nemzeti Tanácsot. A Magyar Kanizsai KKT ülésen 800-ról 980 millió dinárra módosították az idei költségvetést. Holnap a közügyekben Orbán Viktor belgrádi látogatásával foglalkozunk bővebben. Köszönjük figyelmüket, további kellemes estét a Pannon TV műsora mellett.